Hé, hey, te! Hogyha szeretnél nyerni egy Xbox Series X-et, a követelmények egyszerűen annyik, hogy iratkozz fel a csatornámra, nyomd be a csengőt, majd iratkozz fel a második csatornámra is, és oszd meg ezt a videót 3 barátoddal, és persze lájkold a videót, ha ezekkel meg vagy kommentbe írd le azt, hogy kész. Na hát, sziasztok, én Toolside vagyok, és a mai napon elhoztam 5 rémisztő videót az internetről, a YouTube-ról, amik vagy egyszerűen elképesztőek lesznek, vagy szinte már sokkolóak. Gondoltam, elég rég volt ilyen videóm a csatornán, úgyhogy kellemes borzongás mindenkinek, most pedig kezdjük. Egy online beszélgetést láthattok 4 darab lánnyal. Ezzel egészen addig nem lenne probléma, hogyha az egyik lánynál a háttérbe nem mozdult volna meg valami, úgyhogy senki sem volt ott. Igen, jól hallottad, az egyik lány mögött volt egy kerekesszék, ami mintha magától arrébb gurult volna, úgyhogy már körülbelül 4 órája beszéltek, és a lány a saját székével közelében sem volt a másikhoz, szóval azzal sem tudta meglökni, és láthatóan senki sem volt ott. Egyébként ez a lány egy streamer, és később a TikTokról is beszél a követőivel, majd a háttérben leugrik egy furcsa fekete alak, ami több mint valószínű, hogy egy macska, ezért gondoltak arra, hogy a kerekesszéknél is az volt, de ez egyáltalán nem biztos. A következő videónak a szerző azt a címet adta, a nap, amikor egy hasadékba estem. Teljesen találó, ugyanis több méter hón sielt, 2020 júniusában a Mont Blanc hegység környékén sielt, a srác egy rossz mozdulatot követett el, majd beesett egy hasadékba, barátjai már éppen a hegységnek az alján várták őt, de eléggé felkészületlen volt, ugyanis nem is volt rendesen felöltözve, és még oda sem figyelt teljesen. A felszakadt aszfalt. Egy vízvulkánt láthattok, pár másodperc alatt az átlagos békés utcából sár fog áradni mindenhonnan. 2017 májusában Ukrajnában ez történt. Méghozzá a fővárosában. Ezt egy biztonsági kamera rögzítette, látszólag bekövetkezett egy 2 méter széles csőtörés. Mindez emiatt történt. A felvétel teljes mértékben azt a részt mutatja be, amikor ez az eset történik, de szerencsére senki nem volt szinte a környéken, ezért nem esett senkinek baja. Autópont felette nem volt, viszont azok voltak a környék. És ahogy látszódik is, ez kissé eltolta őket. Futás ollóval. Biztosan rengeteg őtöknek mondták azt kiskorukban, hogy ollóval ne fuss a kezedben vagy bármilyen tárgyal. A következő eset erre lesz példa, hogy miért is ne. Egy borbély a saját munkaeszközével akart futni, majd az egészen odáig vezetett, hogy rengeteg mentőnek kellett kiérkezni a helyszínre, és a sürgősségire vitték be. A biztonsági kamerának a felvételén annyi látszódik, ahogy ez a fodrász az ügyfelével éppen beszélget, majd elkezd rohanni, és a kezében az ollóval elesik. A kollégája gyorsan odajön, majd szinte azonnal hívták a mentőt. Őket, de előtte még megpróbálta térdre állítani, viszont ő maga egyedül sokat nem tudott vele kezdeni. A mai napig nem tudni, hogy mi lett a sztorinak a vége, ha esetleg tudod, vagy meg tudnád tippelni, kommentbe írd le. Egy férfi kamerát dobott a vízbe, búvárkodtak, majd ezt a furcsa alakot találták benne a vízbe, amiről senkinek semmi elképzelése nincsen, hogy hogyan kerültett oda, de ettől függetlenül elég sokkoló a látvány. Mint hogyha régebben egy ember lett volna esetleg, nyilván mivel csak a kamera volt ott, nem tudták megfogni, megérinteni, az is elképzelhető, hogy egy bábúról van szó, vagy megint az a sztori, hogy az óceánnak még csak a töredékét sem ismerjük, és bármit rejthet. Ha van tipped, mi lehet ez, ezt is írd meg. Ez volt az 5. para videó, de ne szomorodj, mivel holnap délben is lesz új videóm, pontosabban premier, szóval iratkozz fel és nyomd be a csengőt, mert így szinte elsőként fogsz róla értesülni. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!